Budapest 2013 Nemzetközi Call Center találkozó a Partnering Central Europe szervezésében. Ugye mi szakmánk az olyan, hogy az ügyfélel mindig face-to-face vagyunk. A jó call center-es cégek vezetésével jók a szolgáltatások is. Neked nem csak jó szolgáltatónak kell lenned. Ha magas színvonalon és klassz emberekkel dolgozol, akik segítőkészek, akkor mindenki elégedett. A siker ebben rejlik, hiszen ha ezek mind megvannak, akkor jó vagy az üzleti életben magas profittal. Ha sokan mennek ki egyszerre szünetre, akkor összedül a call center, hogy akkor a sok bejövő hívás megválaszolatlan marad. Egyszerűen föltelepítek egy programot a számítógépemre, és lehet ez akár egy call centeren belül, lehet ez akár távmunkában otthonról, én egy központi egységen tudok dolgozni. Európai ötletek, világszínvonalú előadók, 24 kiállító. Ugye nem volt egy olyan megoldás, ami képes arra, hogy call centerben keletkező beszélgetéseket, hívásokat teljes egészében leiratozza. A következő kis beszélgetés, amit fogunk igazából a sikeres üzletnek a háttér munkájáról fog szólni. A számítástechnikai értelemben sokkal jobban élünk, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Valaki tud magán segíteni, és valaki nem tud. Egy kicsit ez a magamon segítek olyan, mint a Münchhausen báró, aki amikor kezdett belesüppetni a mocsárba, akkor a saját hajánál fogva próbálta kihúzni magát meg a lovába. Call center eszközök, virtuális megoldások. A cégek, az újítások és az ügyfelek találkozóján a kiemelkedő európai cégek mindegyike megmutatta magát. A hatékony call center személyközpontúságán nagyon sok múlik. Ahhoz, hogy hatékony legyen az ügyintézés, jó szolgáltatás kell, emberi megoldások szükségesek, ezt mondják az európai nagy cégek képviselői is. A jó dolgozó kiválasztása a legfontosabb. A képzett, jókedvű, empatikus kollégákkal az ügyfelek is szívesen beszélnek. Ha megtartjuk az ügyfelet, akkor az kettős siker, mindkét oldalon profitálunk. A közép-európai call center szakkiállítás lehetőséget teremt a szolgáltatások népszerűsítésére, a partneri kapcsolatok fejlesztésére és az üzleti tárgyalásokra egy helyen, egy időben. Ez pedig már az üzleti Rapid Randi a 4. hazai call center expón, ahol a fejlesztő cégektől a HR kiválasztáson keresztül a felhőalapú megoldások is találkoztak. A fejlesztők a forrásra szükséges pénz megteremtésére is ötleteket kaphattak. A nagyvállalatok releváns képviselői nem csak a szolgáltatásokat és a megoldásaikat mutatták be. Itt egy platformon megismertették magukat a munkaerő kiválasztás legnagyobb cégei is. Vagy azt tudom mondani, hogy objektív webmódon tudjuk mérni, illetve ami még nem elterjedt a piacon, bár ugye 5 éve a köztudatba benne van ez a kompetencia alapú kiválasztás, és a grafológiai tulajdonképpen szakmának alkalmazása a kiválasztásban. Magyarországon csaknem 80 ezeren dolgoznak telefonos ügyfélszolgálati munkakörben. A jó kommunikáció az a lehetőség, ahol a megváltozott munkaképességűek teljes mértékben kibontakozhatnak, egyenrangú és dinamikus résztvevői a csapatmunkának. Vannak benne lehetőségek, és én szeretek beszélni, szeretek emberekkel foglalkozni, vagy így, vagy úgy. Értem. Délutáni órákban tudom-e keresni a hölgyet? Köszönöm szépen, akkor 1:30 után keresem. Hogy be kell írni teszem azt, hogy mit mond az ügyfél, mikor kell keresnem az ügyfelet. Ezeket mind be kell állítani, hogy amikor majd vissza kell hívni, akkor tudjam azt, hogy mit beszéltem vele, hogy beszéltem vele, mit mondott. A call center arca is személyesen bemutatkozott.
Idén az ügyfélkapcsolat építés új lehetőségein túl a kormányzati intézmények, az állami vállalatok és a versenyszféra is egy időben adott képet az új szakmai trendekről. Tehát azok a személyes tulajdonságok, ugye azt szoktuk ez alatt érteni, azok a személyes tulajdonságok, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy jól kommunikáljunk, hogy jól végezzük a munkánkat. Az új szolgáltatások, az önkiszolgáló videó és hangportálok bemutatása mellett helyet kapott a közösségi média, a beszédelemzés és az ügyfélélmény elemzés is. A Partnering Central Europe segítségével közös munka és barátság vette kezdetét az európai és a magyar kommunikáció legfontosabb szegmensében, a call center szakmai világában. A call centeresek nagyai elsősorban fejlődni, tovább lépni szeretnének, így ők ma már a szakma budapesti csúcs találkozóján lépnek kapcsolatba a Partnering Central Europe regionális szakmai call center kiállításon.